Úgy tűnik, Ursula von der Leyen maradhat az Európai Bizottság elnöke a következő 5 évben is. Erről állapodott meg sajtóhírek szerint az Európai Néppárt, valamint a szocialisták és a liberálisok. Közben továbbra sem lehet tudni, hogy a Fidesz melyik frakcióhoz csatlakozik majd. Skype-on kapcsoljuk Zsíros Sándort. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt vagy velünk, Sándor. Szervusz, jó estét kívánok. És hát akkor, amit Szúrok András kollégám elmondott az előbb, onnan kapaszkodjunk a folytatásba. Tehát megszületett a 3 nagy párt döntése, ők együtt így a többséget jelentik, hogyha ez így van, akkor gyakorlatilag eldőltnek tűnik az is, hogy az eddigi vezető vezeti tovább az Európai Uniót, igaz? Így van, úgy tűnik, hogy holnap erről az uniós csúcson döntés is születhet majd, és valóban a néppárt, a szocialisták és a liberálisok megegyeztek egy 3 főből álló vezetői trióból. Ugye a legfontosabb pozíciót von der Leyen folytathatná a bizottság élén, aztán Kája Kallas észt miniszterelnök, aki liberális, ő lehet az unió fő képviselője, tehát ez egy ilyen kvázi külügyminiszteri poszt, és Antonio Costa volt portugál miniszterelnök lehet az Európai Tanácsnak a vezetője. Ez a mostani felállás, és hogyha a tagállamok, 27 tagállamból 20 erre rábólint, ami nagyon valószínű, akkor ez át is mehet az uniós csúcson, de egyébként mai hír, friss hír, hogy Giorgia Meloninak nagyon-nagyon nem tetszik az, hogy őt kihagyták ebből a döntésből, és ő valószínű tartózkodni fog, és mondott ma egy nagyon heves beszédet az olasz parlamentben, ahol mindenféle vádakkal illette ezt a háttéralkut, és azt mondta, hogy egyébként ezt konszenzussal szokták eldönteni, ami tényleg így is van, de ettől függetlenül nagyon bő többséggel meg tudják ezt majd lépni a tagállamok. Nyilván nem elegáns, hogy nem konszenzus született. Hadd kérjelek arra meg, hogy a mikrofonodat egy picikét a szádhoz vedd közelebb, mert nagyon halkan hallunk. Köszönöm szépen. Nyilván nem az a legelegánsabb, de mint ahogy amikor Meloninál járt Orbán Viktor, mindketten leszögezték, hogy ők ugyan meg nem szavazzák von der Leyent. Ezek után nyilván óvatosabbak voltak a néppárti vezetők, és amikor leültek tárgyalni a többiekkel, akkor ez volt a szemük előtt, gondolom én. Hát több oka van annak, hogy ez a felállás lesz. Egyrészt ugye senki nem akar belemenni a mostani politikai helyzetbe egy ilyen elhúzódó csatározásba, mert rengeteg ügy van, amit a törvényhozásban és az uniós politikában rendezni kell, és föl kell állítani a stábot. A másik ok pedig az, hogy nem akarják azt, hogy ez a magyar elnökségre átcsúszson ez a döntés, és ott esetleg a magyar térfélen pattogjon a labda, és a magyar vezetők beleszóljanak esetleg abban, hogy kik irányítják majd az uniót, úgyhogy ez egy eléggé sürgető feladat, és egyébként a szokás az, hogy az Európai Bizottság elnökét általában újra szokták választani a második mandátumban. Viszont várható-e az, hogy valami politikai változás áll be a második von der Leyen mandátum időszaka alatt? Van-e erre igény a 3 rászavazó párt vezetése részéről? Hát a kampány alatt már láttuk azt egyébként, hogy az Európai Néppárt, ez egy nagyon nagy jobboldali párt, ez egyre inkább tolódik a szélső jobb, vagy a radikális jobboldal felé, tehát már a zöld politikákban nem annyira elkötelezettek, nagyon erősen migrációellenesek, tehát ők... Ez azért érdekes, bocsáss meg, amit mondasz, mert Magyarországon ugye a kormányzat narratívája meg az, hogy baloldali lett a néppárt. De hát ezért lett. Tehát ez nem egy komoly állítás, hogy a néppárt baloldali lenne. Ez egyre inkább egy jobboldalivá váló néppártot látunk, ami így próbálja meg kifogni a szélső jobb vitorlájából a szeret, hogy ő maga is egy nagyon radikálisan jobboldali programot próbál meg végrehajtani Európában. Ez az a program egyébként, amit Giorgia Meloni is szeretne európai szinten képviselni, úgyhogy valójában Ursula von der Leyennek a második ciklusa az már szerintem, hogy mondjam, valószínűleg jóval jobboldali lehet, mint az előző. Ugyanakkor kell majd nyilván a szocialisták felé is nyitnia, úgyhogy egy ilyen mixet várunk a második mandátum alatt. Egyfajta egyensúlyi helyzet. Mennyire van híre annak Brüsszelben, mennyire téma az, hogy a magyar képviselők, a kormány képviselői, a Fidesz képviselői hova ülhetnek be, hova nem, és egyáltalán kivel tudnak tárgyalni arról, hogy valamely frakciónak tagjai legyenek? Elég sokat foglalkoznak ezzel az Európai Parlamentben, elég nagy a hírverés is körülötte. Ma például, ma délután az európai konzervatívok és reformerek megpróbálták megalakítani a saját frakciójukat, de nem sikerült, mert a lengyel jobboldaliak, a Kaczynszky-féle párt és a Meloninak a pártja összeveszett azon, hogy a Fidesz most bekerüljön ebbe a frakcióba, vagy ne. És emiatt nem tudták megalakítani a frakciójukat, úgyhogy elég nagy feszültségeket okoz. Ugye Meloni korábban azt mondta, meg Orbán is azt mondta, hogy az ICR-ba, tehát a konzervatívokhoz nem ülhet be a Fidesz, az ID-hoz, a szélső jobboldali frakcióhoz ugye nem valószínű, hogy be akarna ülni a Fidesz, mert az már nekik is nem egy szalonképes formáció. És amit az elmúlt napokban egyébként egyre többször hallunk, de ezek csak ilyen, hogy mondjam, ezek nem megerősített információk, ezek csak ilyen feltételezések, de egyébként matematikailag kiadná a képlet az, hogy a Fidesz tulajdonképpen azt is megléphetné, hogy létrehozza a saját frakcióját, a saját szövetségeseivel Brüsszelben. Ennek a matematikai esélye egyébként simán megvan, mert 7 országból kellene összeszedni 23 EP képviselőt, és vannak olyan szövetséges pártjai a Fidesznek, akik például nemrég elhagyták a saját frakciójukat. Andrzej Babisnak a csehországi pártja például 3 nappal ezelőtt kilépett a Renew Europe-ból, ők frakció nélkül vannak. Robert Ficónak a SMER pártja is, ugye az ő kapcsolatuk nem felhűlt. Tehát azért ez így egy sokszínű társaság lesz, tehát a Renew-tól kezdve a szélső jobbig, ott akkor minden lenne. Na most ez egy feltételezés, és erről hivatalosan nem beszél senki, nem is tudom, hogy erről vannak-e tárgyalások, de van egy olyan feltételezés, hogy ezek a pártok, ezek ugye közép-európai pártok, és ezek a pártok nem feltétlenül úgy látják mondjuk az ukrajnai háborút, mint a hagyományos nyugat-európai pártok, úgyhogy lehetne egyfajta kapocs, de ez majd a következő 2 hétben fog kiderülni, hogy mi lesz a Fidesznek a sorsa. Ugye amikor megalakul majd az új Európai Parlament, addigra illene ugye összerakni a frakciókat, mert akkor döntenek majd a frakcióknak járó pénzek, hogy frakcióknak járó pozíciókról is. Sándor, köszönjük szépen, figyelemmel kísérjük általad is a folytatást. Zsíros Sándort láttuk Brüsszelből, köszönöm. Én köszönöm.